Nagy a nyüzsgés a Veres Péter középiskolában. Mi történik? Ismét megrendezzük a szakmapartit. Igaz, most egy kicsit modernebb nevet adtunk neki, No Filter, arra utalva, hogy ne csak a számítógép előtt üljenek a gyerekek, ne csak a telefonjukat nyomkodják, hanem ismerjenek meg bennünket a magunk valóságában, pedagógusokat, tanulókat, és egy ilyen nagyon jó hangulatú, szakmai, közismereti, jellegű ilyen kis partit rendeztünk most nekik. Bemutatkozik az itt oktatott szakmák java? Az egész iskola. Bemutatkozik a gimnázium is, minden tagozata, sőt, még olyant is csináltak, hogy a angolosok amerikai palacsintával várják a diákokat. Német kolléganő nagyon szép bajótejresztet sütött most itt a tankonyhán nekik, és pluszba még a sok szakmai jellegű, minden szakma, 6 szakma csoportból, építészet, gépészet, turizmus, vendéglátás, kereskedelem, mindenki bemutatkozik. Néztem, hogy például az építészet az kihívás elé állítja a résztvevőket, a bátrabbak is próbára tehetik magukat. Igen, az építészeknél van egy állvány, az a neve, hogy hagyd itt a kezed nyomát, és a bátrabbak fölmászhatnak, és itt hagyhatják örökre a kezüknek a nyomát. Egyrészről ezzel is kicsit motiválva a gyerekeket, hogy játékosan megismerhetnek különböző szakmákat. Láttunk különböző feladatokat, interaktív bemutató helyeket, de hogy elnéztem, a nagy sztár mégis a vendéglátás. Az biztos. Szerencsére a vendéglátás területén, mind a szakképzőben, mind a technikumban van érdeklődő a gyerekek iránt. A vendéglátás most egy annyira szertágazó ágazat lett. Turizmust is, vendégtért, szakács szakmát, nagyon sok mindent tanulhatnak a gyerekek, és ez szerintem főleg egy 13 éveshez közel kerülnek ehhez a szakmához, és én úgy láttam, hogy nagyon tetszett nekik a koktélkészítés, szendvicskészítés, a kávéházban nagyon jól érezték magukat. A vendéglátás nem csak megmozgatja, feladattal látja el az ide érkező hetedikes diákokat, hanem meg is vendégeli őket, mikkel várták őket. Egész nap készültünk, sőt mondhatni, hogy napok óta sürgünk, forgunk, hogy a hetedikesek megismerjenek bennünket. A koktélkészítés tavaly is volt, az azért is nagy favorit, mert akik idejönnek vendéglátás ágazatba, mind a szakképző, mind a technikum, egy ágazati alapvizsgán ezt a 4 koktélból fog vizsgázni. Szóval ezek vizsgadarabok lesznek idővel. A technikusokkal most szendvicseket készítettünk, nekik is tankövetelmény a hideg előételek, és úgy gondoltuk, hogy különböző szendvicsekkel megismertetjük a hetedikeseket, és kipróbálhatták. Szóval ösztönöztük őket, hogy ők is próbáljanak készíteni ebből. Előfordul az, hogy egy ilyenkor vendéglátott hetedik osztályos általános iskolás diák már konkrétan arról nyilatkozik, hogy ide szeretne jönni, és valamelyik szakmát kinézte magának? Igazság szerint meg se nagyon kérdezzük. Jó pár évvel ezelőtt, mikor jött ez a szakmák éjszakája, akkor volt az első ilyen ötlet, hogy 6-os, 7-es gyerekeket kezdjük megismerni a szakmákkal, és már ez nem kötelező, de azért gondoltuk tavaly is, hogy meghívjuk a 7-eseket, jövőre ősszel, mikor már konkrétan ők felvételizni fognak, akkor már másodjára ellátogatnak hozzánk, sokkal jobban ismernek. Most még újdonság, amit látnak, de már ősszel határozottan tudják, hogy mit szeretnének. És nagyon örülünk annak, hogy tavalyi szakmapartink vendéglátásának köszönhetően a mostani szakképzős vendéglátásban dupla csoporttal indíthatunk szakmát, és a technikusok is szerencsére jelentkeztek, és itt lesz technikus képzés is. Számtalanszor járunk az intézményben, találkozunk az intézménnyel máshol is. A ballagáson és a duális képzőhelyek elismerték a diákokat, de akik nem végeztek, ott is sikert sikerre halmoznak, nemzetközi gyakorlatot szereznek, versenyeken indulnak, és első helyezéseket hoznak el. Mi a titka a szakképzés sikerének a Veres Péter középiskolában? Hát most nagyon nyílt lapokkal játszunk, itt vannak a pedagógusok, itt van ez a gyönyörű környezet. Most ha az utcát is megmutatnánk, szerintem ez egy gyönyörű helyen van ez az iskola,
És szerintem látszik, hogy szívünket, lelkünket beletesszük, és nekünk nagyon fontos, hogy a gyerekek is jól érezzék magukat, és akkor érezzük mi is jól magunkat.